A Csónai Kossuth Lajos szakképző iskolában tájékoztatták az érdeklődőket a 2023-2024-es tanévben induló képzésekről. Budai László igazgató elmondta, három ágazat közül választhatnak a diákok. Három ágazatban indítunk szakmákat. Az egyik a turizmus vendéglátás, itt szakács, cukrász és pincérképzéseket folytatunk a következő tanévben. A másik ágazatunk a gépészet ágazat, ahol gépi és CNC forgácsoló, illetve ipari gépész, régi nevén esztergályos és lakatos szakmákat indítunk, illetve a kereskedelmi ágazatban a kereskedelmi értékesítő, vagyis eladó szakmában indítunk osztályokat. Mire hívná fel a szülők figyelmét, tehát aki mondjuk bekerül, de azért még időközben válthat? Elsősorban arra szeretném felhívni, hogy az ágazati képzés végén még mindig választhat szakmát, tehát az ágazaton belül bármelyik szakmára elmehet, hiába mondjuk szakácsnak jelentkezett, nyugodtan lehet belőle még pincér a 9. évfolyam évvégén is. Ez a lehetőség fennáll, és utána külső gyakorlati helyekre kerülnek a tanulók, ahol már nagyon komoly ösztöndíja, 100.500 forint havi ösztöndíjban részesülnek, természetesen ebből bizonyos levonások vagy ezt az összeget bizonyos levonások terhelik. Képzési idő? Képzési idő 3 év mindegyik képzésben, az első ágazati képzés az első év, ami ágazati vizsgával végződik. Ezek az ágazati vizsgák jellemzően szakmai tantárgyakból történnek, tehát nem közismereti tantárgyakból. Főzni kell, fémeszközöket kell készíteni, vevőt kell kiszolgálni, és megrendeléseket kell készíteni jellemzően interaktív módon a számítógépen. Milyen feltételei vannak a jelentkezésnek? A hozzánk bekerülők nem kell, hogy felvételi vizsgát írjanak, az 5., 6., 7. évvégi és a 8. félévi eredményeket veszük figyelembe a felvételi rangsor elkészítésekor. Mire figyelnek oda a különböző jelentkezéseknél? Hát elsősorban a kódszámokra, amelyek fel vannak tüntetve már a szórólapjainkon, a honlapunkon és a Facebook oldalunkon is. Jelentkezési határidő van? Az általános iskola által megadott határidők azok, amelyek ről a szülőket biztosan tájékoztatni fogják. És miért ajánlaná a Kossuthot a Rába közélek, illetve hát akik nézik a műsorunkat, azok figyelmében? Elsősorban azért, mert mi egy jól megközelíthető iskola vagyunk. A vasútállomástól 10 percre, a buszmegállótól 3 percre vagyunk megtalálhatóak. Felkészült és szakképzett tanárgárda, oktatógárda áll rendelkezésre. Szakellátottságunk is kiváló, tanműhelyekkel rendelkezünk, vállalati tanműhelyünk van, a 9. évfolyamtól már a gépészeti képzésben kint tanulnak a gyerekek egy napot, utána pedig a többi szakmában pedig iskolai tanműhelyekkel rendelkezünk, és így kiválóan le tudjuk bonyolítani a szakmai oktatást.